Az első kérdés az, hogy hogy tetszett az IHM? Ami csoda? Jó, szintén. Nem az én stílusom. Néha így csináltam. Bocsánat. Sziasztok! Szokásos heti divatmagazinunkkal jelentkezünk, ezúttal itt vagyunk a Hajógyári szigeten a stúdió nevező hely előtt. Herceg Zoltánnak van a divat bemutatója, és valahogy az Isten által meg a zenekar is tiszteletét teszi. Meg fogjuk kérdezni a kedves jelenlévőket, hogy mi köze van a metálnak a divathoz. Hát és szerinted mi? Nem tudom, szerintem nagyon jó. Kora reggeli, szokásos, hátborzongató divat bemutató. Nem tudom, hogy Phil Anselmo örülne ennek, de annyira puha ez a csincsilla bunda. Lehet szerelmesnek lenni egy bundába? Jók a ruhák, csak Magyarországon nincs hova felvenni. Itt a lyuk. És melyik az az ország, ahol fel lehet venni? Nem tudom, talán London? Nem tudom. London az egy város. Teljesen normális Isten háta mögött buli, lila fényekkel, három emelet, 700 forintos egy sör. Nézzük meg, hogy mi fog történni, menjünk oda a nagyon híres emberekhez. Hogy tetszik végül is a hajad, ami itt elkészült? Azt hiszem, hogy most sikerült eddig a legjobban. Hát döntsétek el ti! Hát olyan, amilyen. Nagyon szeretettel köszöntünk a műsorban. Mi volt az a belső indítatása, ami téged ide mozott, hogy felvedd ezt a gyönyörű lakkabátot, illetve ezt a cipellőt, és felvonulja itt most rengeteg fiatal előtt a stúdióban? Hát tulajdonképpen a Herceg Zolinak a személye. Én nagyon szeretem őt, és nagyon szimpatikus nekem. És az első kérésére, amikor elmondta ezt, azt mondtam, hogy igen, jövök. Mert egyébként én nagyon-nagyon bírom ezeket. Nem vagyok magam ilyen ruhahordója. Otthon néha felkapod azért, nem? Azért inkább a feleségemmel tartóját, mint ez, de... Nem rossz. Én a civil életben is most ezt a figurát választottam, és most én így élem a hétköznapjaimat is. Télen, trikó? Hogy kerülsz ide? Hát Zoli nem vagyok barátja. Nője? Nem, énekesnő vagyok, és egy rendezvényen ismerkedtünk meg, ahol én énekeltem. Egy rendezvény? Mi, hol énekelsz? Mindenhol, külföldön, itthon, jazzswinget és operát. Leszek az anyja jónak, menj el bennem, nem kell. Szia, kérdezhetünk közben tőled egy-két kérdést? Persze. Mit szólsz ahhoz, hogy egy underground metal zenekar fogja biztosítani a zenét a kipöndörített szemöldököthöz? Szempilla egyébként. Azt gondolom, hogy ez abszolút herceges, úgyhogy ez abszolút belefér ebbe a kollekcióba. Szerintem a dolog hangulatához leginkább ez passzol, sokkal inkább, mint egy két gumakeringő. Nekem az egyik kedvenc zenekarom kell. Szerinted miről szólnak a szövegek? Ha szabad ilyet kérdezni? Hát szerintem inkább életérzéseket fejez ki, hogy rúgjunk be, szeretkezzünk minél több nővel, vagy fiúval, vagy kutyával, vagy macskával. Malac! Borzasztó szép volt, és borzasztó jó volt. Nagyon jól tetszett nekem, és nagyon szép volt a stílus. Most metálos lettél? Hát azt nem mondanám, de rendkívül tehetségesek a fiatal emberek. Nem kell piskóta, nem kell puha műsor. Nekem kemény műsor kell, és a kemény műsor, az csak az IHM-et tudom elképzelni.
És mi ez a nyuszi jelmez rajtad? Ez egy nyuszi jelmez rajtam. Most már minden héten lesz egy ilyen bulitok, vagy annyira azért nem tetszik ez a hely? Szerinted ez buli? Egyébként nagyon tetszik a hely. Tehát igazából bármilyen nem itt volt a lemezbemutató, meg hogy nem volt. Hogy érted magad a pompa, a csillogás, a kokain és a pezsgő világában? Otthonosan. Milyen különleges meglepetés programmal készültetek erre a mai bulira? Milyennel? Isten állta magad számokkal. Hogy tetszenek a színészek, akiknek fogjátok biztosítani a talp alá valót? Én például kibaszottul nem tudom, hogy milyen színészek lesznek. Ezek színészek? De szerinted egy stolbuci színész? Mit üzensz a Zolinak? Melyik Zolinak? Hát, hogy sok sikert karácsonyig. Most, hogy 3 órával később van, hányan mondták azt, hogy nagyon jó volt a buli, de hogy ez a rohadt zenekar nem volt jó. Mindenki elájult a zenekartól, mindenki. Akkor lehet, hogy most már mindenki metálossá válik, és holnaptól arra a genrére fognak rákeresni, hogy metál. Én megmondom neked őszintén, hogy én azért dolgozom ilyen zenem, mondhatjuk, hogy underground, ugye? Ők nem ismer zenekart, tehát országos viszont nem ismert, hát mi ismerjük őket. Én azért dolgozom ilyen zenekarokkal kizárólag, hát elegem van abból, hogy mindenhol ugyanaz folyik, az a szar, az a takony, mindenhol. És ha nekem lehetőségem van egy ilyen zenekart megmutatni, akár itt 1000 ember előtt, vagy akár országosan 3 millió ember előtt, a TV1-jel, a TV2-től, az RTL-el, meg nem tudom kivel, a Velvettel, meg a médiával, ha nekem erre lehetőségem van, akkor ezt a lehetőséget szeretném megadni nekik, érted? Most már tudják, hogy ilyen is van, hogy minőséget játszanak, nemzetközi színvonalon játszanak, és bazd meg, nézzétek meg, hallgassátok, szeressétek. Ettől nem lesznek rajongók, de legalább egy picit megnyílt a tudatok, egy picit. Az eget is mocskosabbnak látom, pedig csak a háttér az, ami Oké, van nálad valami kábítószer, hogy mire gondolsz? Elég sok ingyen piát kaptunk egy üveg unikumot, egy üveg vodkát, egy Red Bull hűtött el a Red Bull-lal, elég sok ásványviszet, és még különböző. Én nem láttam semmit, kérem, én nem láttam semmit, tényleg nem tudom, mi történik, fogalmam sincs. Mennyi drog szokott fogyni egy ilyen öltözőben ilyenkor? Akkor rengeteget szívunk itt a gázokból. Hát nálunk nem kevés fogyott, de nem általam. És mit? Mindent. Mennyi kábítószer fogy egy ilyen bulin? Ennyire látszik? Mire gondolsz? Van kokain? Ne vegyetek kábítószereket, hanem legyetek manökenek, és akkor ingyen megkapjátok meg őket. Nézd, nekem gyermekem van. Én néha alkoholt iszok, de most már az sem, mert vidéken lakom. Milyenféle kábítószereket szoktak fogyasztani a lányok, fiúk? Hát nem tudom, mert én ebben nem veszek részt, viszont rendszeresen vagyok énekes Forgódián a Napsugár bemutatóján, és a Herceg Zoli is nagy kedvencem. És még a honlapot címét, hogyha bemondanád, akkor? Dancsfruzsina.hu Semennyit én egyáltalán nem is szoktam. Ja, ez páros interjú? Akkor én se. Az, hogy maga a divat bemutató szakma, hogy működik, az nekem is egy újdonság. Tehát ha azt mondod, hogy itt kábítószert fogyasztanak, hát én is csodálkozva nézem ezt. Hát ez kegyetlen válasz. Fogalmam sincs, én még ilyen például nem találkoztam kábítószerrel, de ha van, akkor szóljatok. Az arra, hogy mi történik ilyenkor a backstage-ben, hogy milyen kábítószereket szippantanak fel a férfiak és az asszonyok. Erről biztos nem fog neked nyilatkozni neked. Modern világ is modern világ. Tehát egyik tudok neked nyilatkozni, ami a backstage mögött történik arról... A backstage mögött az a backstage, ugye? Backstage, így van. Tehát arra nem fog neked nyilatkozni neked. Az mindenkinek a magán privát véleménye. Hogy mi, mit ott...
mögötte nyilatkoznak, tehát arra nem fog neked úgy nyilatkozni. Tehát az... Köszönjük szépen! Nagyon jó fest ez az én, nem tudom, ezt esetleg a Herceg Zoltán tervezte neked? Jól áll. Nem nekem tervezte, de én loptam el tőle legalább. Na, többet nem megyünk el divatba mutatóra, megígérik, hanem november 20-án gyertek el ti is a Gorilla nevű zenekar új alakuló bulijára, akik milyen zenét is játszanak bennünk? Psycho Billit játszanak. Ez most péntek, tehát november 20-a a Dürer kertben, november 21-én szintén a Dürer kertben Watch My Dying zenekar fog fellépni, akik születésnapjukat fogják ünnepelni, november 28-án pedig az A38 hajón a BZF tehetségkutató legelső elődöntője veszi kezdetét, ahol Next Brain is fel fog lépni, és a rengeteg tehetségkutató zenekar. És ki lesz még ott? Hát mi? Igen. Jövő héten pedig mindenképpen nézzetek a műsort, hiszen kezdetét veszi a karácsonyi helyajás nyereményjáték. Nem, a helyaja idén nem karácsonykor lesz, viszont karácsonykor lehet megnyerni karácsonyra a jövő évi bérleteket, hogy majd azt hogyan és miként, azt meg fogjátok tudni a jövő heti műsorból. Nincs más dolgotok, mint jövő csütörtökön is a benlen.hu-ra kattintani. Sziasztok a figyelmet!